egyre népszerűbb a borkurzus az Agrártudományi Centrumban. Nem csak a finom borok miatt, hanem az olyan neves előadók miatt is, mint Mészáros Gabriella. A Magyar Uniós Elnökség hivatalos borkóstolója március elején járt az egyetemen. In vino veritas, vagyis borban az igazság. De mi valójában az igazság a magyar borokkal kapcsolatban? Ennek jártak utána március közepén az Agráregyetem borkurzusán a résztvevők. Először forgassuk meg. A rendezvényen szakértőktől leshették el a borkóstolás titkait az érdeklődők. Az eseményen részt vett Mészáros Gabriella, a Magyar Uniós Elnökség hivatalos borkóstolója is. A Nemzetközi Borakadémikus szerint Magyarország legértékesebb borvidéke Tokaj hegyalja. Egyértelműen Tokaj hegyalja az a borvidékünk, amelyik a világon egyedülálló minőséget tud édes, és valljuk be, hogy most már bizony száraz borokban is adni. A vörösbort adó területeink között is vannak ragyogóak. Kis István, a Tokaj Kereskedőház ZRT vezérigazgatója szerint a magyar borok elismertek, de nem világhírűek. A tokai borok azok ismertek és elismertek itt a borral élők és a borszakmában élők között. Azt viszont nehezen tudnánk állítani, hogy mindenki ismerné a tokait. A szakértők szerint a jó bortitka egyszerű. A kiváló minőséghez jó szőlő, jó termőtalaj, technológia és borász kell. Jó szőlő kell a jó borhoz, a jó szőlő pedig ott terem, ahol jól érzi magát a szőlő. Tehát itt megfelelő talajjal, mikroklímával kell, hogy rendelkezzen az adott terület, és megfelelő fajtának kell ott lennie. Hogyha ez a hármas megvan, akkor szép szőlőnk van. Most ebből, hogy készítsünk jó bort, ahhoz kell egy jó borász, természetesen egy jó technológia is kell. Forgassuk meg a szánkban a nyelvünk segítségével. A borkóstoláson minőségi italokat kóstolhattak meg a hallgatók. A rendezvényen résztvevő diákok szerint azonban a fiataloknak egyáltalán nincs borkultúrája. Szerinted a fiataloknak van-e borkultúrája? Beszélhetünk ma a fiataloknál borkultúráról. Hát nehéz ilyesmiről beszélni, mert általában egy-egy buli alkalmával elszabadulnak az indulatok, és akkor tulajdonképpen ilyesmiről nem beszéltünk. A fiataloknál mi a jellemző a bulikban, milyen borokat választunk? Inkább ők csak az alkohol tartalma véget isszák, teljesen mindegy, hogy borokat vagy bármit. Ilyen megfontolásban akár tiszta szeszt is nyugodtan ihatnának. Nem adnak arra, hogy minőségi drága borokat vegyenek. Ennek ellenére a hallgatók fontosnak tartanák, hogy megismerjék a magyar borokat. A fiatalok a bor jótékony hatása miatt azt is elképzelhetőnek tartják, hogy minden vacsora nélkülözhetetlen kelléke legyen az egészséges nedű. Idővel kialakulhat-e az, hogy egy vacsora mellett vagy egy ebéd mellett elfogyasztunk egy-egy pohár? Mindenképpen célszerű, ugyanis úgy kimutatták természetesen, hogy egészségesek napi 1-2 deci bor az egészségre mindenképpen pozitív hatással van, és szükségszerű lenne, hogy Magyarországon elterjedjen ez a tendencia, hogy napi 1-2 decit elfogyasztanak a családban este a vacsora mellett. A borászok is egyetértenek azzal, hogy fontos lenne, hogy legyen a magyaroknak borkultúrája. A szakértők szerint olyan piacot kellene kialakítani, ahol minden család asztalára kerülhet jó minőségű bor. Nekünk kellene magyaroknak egy olyan jól működő hazai piacot kialakítani, hogy minden család asztalára juthasson legalább vasárnaponként 1-2 pohár jó minőségű bor.